Tisztelt még velünk élő 56-os forradalmárok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok! 62 évvel ezelőtt, amikor a ma velünk élő 70-es, 80-as korosztály tagjai még szinte gyermekek, a náluk is idősebbek pedig fiatal felnőttek voltak, Magyarországra figyelt a világ. 1956. október 23-án kirobbant a forradalom és szabadságharc, amelynek legfőbb célja a megszálló szovjet alakulatok kivonása és egy teljesen új társadalmi rend kialakítása lett. Az új alakuló pártok nagy része egy úgynevezett harmadik útban, sem kommunizmusban, sem pedig nyugati értelemben, mert kapitalizmusban nem gondolkodott. Legfőbb célként jelölték meg az új, többpárti és szabad választások megtartását, a nagyobb üzemeket viszont állami tulajdonban tervezték megtartani, de nem korlátozták volna a vállalkozás szabadságát, engedték volna a TSZ-ekből való kilépést. E sajátos társadalmi rendszer kiépítésének a kísérletét azonban november 4-én eltiporta a szovjet hadsereg, hatalomra ültetve azt a Kádár Jánost, aki ennek egyik kidolgozója, majd árulója lett. A forradalom mindenki forradalma volt, hiszen részt vett benne szinte minden társadalmi réteg, minden korosztály, különösen fiatalok, diákok, sőt, azt is elmondhatjuk, hogy nagyrészt a politikai hovatartozás sem számított. Az országos események nagykörösen is éreztették a hatásokat, itt október 26-án történt az első forradalmi megmozdulás. Ekkor már a szegedi felsőoktatási tanulók kiadták 16 pontjukat, Debrecenben eldördült az első sortűz, Nagy Imre volt a miniszterelnök, és Kádár János az MDP titkára. A 26-i felvonulásra Nagykörösön Prikkel Pál kollégiumi nevelőtanára következőképpen emlékezett. Idézem. 1956-ban, mint kollégiumi nevelőtanár igyekeztem a rám bízott fiatalokat visszatartani a vehemenciától. A főtérre tervezett ifjúsági megmozduláson, tüntetésen szervezetten vettünk részt, majd visszatértünk a kollégiumba, és bezáradtam a kapukat. Számomra világos volt, hogy a jogos elkeseredés a szép nemzeti és demokratikus célok ellenére a hatalmas szovjet túlerő ellen nem tehetünk semmit. A tüntetés délután 4 órakor a Kossuth téren kezdődött, majd ledöntötték a megszállás szimbólumát, a szovjet emlékművet. Ezt követően három fiatal letartóztatásának a hírére elfoglalták a rendőrséget, majd az MDP székházához vonultak. Itt valaki a tömegbe lőtt. Ennek során 17 éves Barta Margit meghalt. Ott később Bazsó Lajos és Danszkai Győző az elhunyt osztályfőnöke vezetésével kísérték a diákok utolsó útjára. Ezt követően megújult a város vezetése, nemzeti bizottságot választottak, az Arany János gimnáziumban a tanulók Horváth Zoltán kiáltották ki igazgatónak, Bazsó Lajos pedig igazgató helyettesnek. Később a forradalmárok 16 pontos követelését elfogadták. Viszont 27-én már szovjet páncélosok cirkáltak a városban, Farkas László konzervgyári munkást pedig halálra gázolták. 28-án a Nemzeti Bizottság és az Ifjúság egy 7 pontos javaslatot szövegezett a kormánynak, ez a következőket tartalmazta, idézem. Nagykörös Város Nemzeti Bizottsága az ifjúság és a dolgozó nép kívánságára az alábbi javaslatot terjeszti az ideiglenes nemzeti kormány elé. Első pont, a szovjet csapatok azonnal vonuljanak ki az ország területéről. Második, az orosz nyelv kötelező oktatása szűnjék meg. Harmadik, független Magyarországot akarunk a legszélesebb nemzeti népakarat érvényelőtetésével. Negyedik, titkos és szabad választást akarunk több párt részvételével, új nemzetgyűlési képviselők választásával, teljes szólás és sajtószabadságot. Ötödik, a magyar függetlenség kifejezésére követeljük a Kossuth szémmel visszaállítását. Hatodik, követeljük a teljes vallásszabadságot, a vallásoktatás visszaállítását úgy, hogy ezt ne csak látszólagosan biztosítsák. Hetedik, a nemzeti forradalom cselekményével kapcsolatban követeljük az általános amnesztiát. Aláírás, Nagykörösváros Nemzeti Bizottsága, 1956. október 28. Október végén tehát Nagykörösön is győzött a forradalom. Ugyanis megállapodtak a szovjetekkel, hogy azok visszavonulnak laktanyáikba, megalakult a nemzetőrség, amelynek Becsertót József lett a vezetője, és honvédségi fegyverekkel látták el őket. Dr. Vég Sándort választották a Nemzeti Bizottság új vezetőjének. Ekkor még sokan azt hitték, hogy sikerülhet megvalósítani egy régi álmot. Mit sem sejtettek arról,
hogy a szovjetek október végén döntöttek az erőszakos magyarországi beavatkozásról, majd Kádárral és Münich Ferenccel megállapodtak Moszkvában arról, hogy nem a Nagy Imre kormány tagjaként, hanem birodalmi helytartóként fognak visszatérni. Közben a jelek vészjóslóak voltak, hiszen újabb és újabb szovjet alakulatok érkeztek az országba. November 4-én hajnalban elkezdődött az ellenséges haderő offenzívája, a nagyobb felkelő csoportokat pár napon belül megsemmisítették. Nagykörösen 40 főt tartóztattak le, majd szabadon engedték őket. Másnap az ekkor már MSZMP végrehajtó bizottsága átvette a hatalmat, bár a Kádár kormányt a Nemzeti Bizottság is elismerte. Hogy az országban úgy Nagykörösen is kialakult egyfajta civil ellenállás, így például 7-én a nagykörösi konzervgyárban megalakult a munkástanács, majd a város több üzemében is. Véleményüket legjobban talán november 21-én Zrettir Ferenc fogalmazta meg, aki egy memorandumot adott át a szovjeteknek, ebből idéznék. A magyar nép, és így a mi dolgozóink is, nem fogadhatja el a Kádár-féle kormányt, mert hiszen annak minden egyes tagja az előző bűnös rezsimnek hosszabb, rövidebb ideig kiszolgálója volt. Ezért szabad választásokkal kíván dolgozó népünk magának új kormányt választani, olyan kormányt, amelyben megvan a bizalom ahhoz, hogy ténylegesen a nép akaratára támaszkodva annak érdekében fog dolgozni, és tényleg független, szabad, fasisztamentes, demokratikus Magyarországot kíván felépíteni. Zrettirt később a megtorlásánál ezért ítélték el, illetve az sem tetszett az újra szerveződő hatalomnak, hogy főagronomusként, majd a forradalomban vezetőként az állami gazdaságból közreműködésével elbocsátották és lefokozták azokat az embereket, akik szakmailag alkalmatlanok voltak. Nem számított Zrettir II. Világháború alatti embermentő tevékenysége, mint ahogy az sem, hogy az állami gazdaságot a bíróság szerint is kiválóan vezette. Lényeges, hogy Horváth Zoltánt is elhelyezték az Arany János gimnázium éléről. A forradalmat követően csendterepedett a városra, akárcsak Arany János nagykörösi tanársága idején 48 vérbefolytását követően. Baladák ekkor is sírottak, de szerzők nem költők, hanem a megszállók voltak, nem dolgozószobákban, hanem bírósági tárgyalótermekben vetve őket papírra. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy a mai napon itt együtt ünnepelhetünk és együtt emlékezhetünk.